A Kossuth-Lajos Gimnázium Tiszafüredi tagintézményének, a Kossuth-Lajos Általános Iskolának a nevelőtestülete egy kis filmet készített az intézmény életéről, a tanórákról, a diák életről, illetve arról a régen várt fejlesztésről, amely már megkezdődött az iskolában. Most tekintsék meg, kedves nézőink, ezt az összeállítást, amely az iskolát, mint a sokszínűségi világát mutatja be. A Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolája több mint 100 éves múltra tekint vissza. Budai Sándornak köszönhetően 1913 óta folyik az épületben oktatás. A Karcagi Tankerületi Központ és Városunk Önkormányzatának segítségével az EFO 4.1.2 17 2017 0011-es azonosító számú a Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolájának infrastruktúrális fejlesztése című projekt keretében kívülbelül megújuló iskolán. A fejlesztés következtében korszerű tantermek, nyelvi labor, új természettudományi tanterem és táncterem várja a tanulókat, és a pályázat keretében megtörténik az épület akadálymentesítése is. Pályázathoz kapcsolódik a komplex alapprogram 1-től 4. osztályban és felmenőrendszerben 5. osztálytól történő bevezetése. A komplex alapprogram jelszava tanulni élmény, amely magával hozza az élmény alapú tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórugója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. Első osztályban változatos módszerekkel, játékos formában tanítjuk meg olvasni a gyerekeket, a betűket mesékkel keltjük életre. Az órákat rövidebb, 15-20 perces részekre tagoljuk, hogy az óvodából érkező kicsik be tudjanak illeszkedni az iskola rendjébe. Az olvasásnak a későbbiekben is fontos szerepet szánunk. Szakkörök, olvasóklubok működnek iskolánkban. Évek óta bázisiskolája vagyunk a szitakötő oktatási programnak. A tanítás során változatos eszközöket adunk a gyerekek kezébe. Ezáltal is színesebbé tesszük a tanulási folyamatot. Egyik ilyen eszköz a matanda. Másik érdekes eszköz a szorobán. A 90-es évek elején kezdtük használni a matematikai képességek fejlesztésére. Ez az eszköz alkalmas a 4 alapművelet elsajátítására, de a leglátványosabb eredményeket a gyors felszámolás terén lehet vele elérni. Iskolánkban a tehetséggondozás egyik eszköze. Évek óta ott vannak tanulóink a megyei és országos első helyeken. A matematika tanítása során alkalmazzuk a Geomatek névre hallgató programot, melynek hosszú távú célja, hogy a közoktatásban résztvevő diákok megszeressék a matematikát. Iskolánk regisztrált tehetségpont. A tehetséggondozásnak teret adunk mind a tanórákon, mind a tanórán kívül. Ezen a kis csoportos foglalkozásokon a tantárgyi versenyekre készítjük fel tanulóinkat. Népszerűek a bolyai, a kenguru és egyéb szaktárgyi versenyek. Nálunk minden egyes gyermek képességeinek fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk. Ezért a fejlesztő foglalkozásokon a sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink egyéni, kis csoportos formában kapnak segítséget a fejlesztő pedagógusok szakszerű irányításával. Dalokon, verseken, meséken át vezetjük be a nyelvtanulást.
A spontán nyelvelsajátítással jól megalapozható az idegen nyelv ismerete. A stressz nélküli nyelvhasználat valósulhat meg ezáltal. Tanulóink 4. osztálytól választhatnak az angol és a német nyelv tanulása közül. A természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltésére változatos munkaformákat alkalmazunk. Érdekes kísérleteket mutatunk be, és kihasználjuk az infokommunikációs eszközök által nyújtott lehetőségeket. Iskolán 2018. szeptember 1-től büszke tulajdonosa az Ökoiskola címnek. Az Ökoiskola cím annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak az elismerése, amelynek eredményeképpen a tanulóink számára természetessé válik az egészség és környezettudatos életmód, a globális és lokális problémák iránti nyitottság, valamint az, hogy aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra, az iskolai lemorzsolódás megelőzésére. Ezt a területet célozza az EFOP 3.1.5.16/2016 azonosító számú, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című kiemelt projektben való részvételünk. Idén október 1-én újra elindult az Emlékezz a Jövődre című roma diákokat segítő ösztöndíj programunk. A készségtárgyak tanítására is nagy hangsúlyt fektetünk. Hatékony az együttműködés a város zeneiskolájával. Rajz és technika órán szívesen ismertetünk meg különféle technikákat tanulóinkkal, fejlesztjük kreativitásukat, kézügyességüket és a szépérzéküket. A mindennapos testnevelés biztosítja tanulóink számára az egészséges testedzést. Első osztályosaink a testnevelés órák keretében a néptánc alapjaival is megismerkedhetnek. Iskolánkban sikeresen működik az OTP Bank Bozsik program intézményi labdarúgás, amelyben több mint 50 gyerek vesz részt. Diákjaink az országos versenyeken többször győzedelmeskedtek. Számunkra fontos, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni. A szabadidő szervezésénél arra törekszünk, hogy a tanulók számára hasznos, ugyanakkor szórakoztató időtöltést ajánljunk. Programjaink között megtalálhatóak a hagyományokhoz, az ünnepekhez kötődő játszóházak, akadályversenyek, műsoros megemlékezések, a szülőkkel együtt eltöltött családi napok, tanulmányi kirándulások, bakancsos túrák, az erdei iskola, nyári tábor, színházlátogatások, farsang, gyereknap, kerékpározás. Intézményünk tantestülete nyitott, innovatív. Minden olyan lehetőséget megragad, amely a tanulók és családjaik érdekeit, a tanulási környezet pozitív változását, a szervezeti kultúra fejlesztését szolgálják. Valamennyi pályázatunk középpontjában a tanulók sokoldalú fejlesztése áll. A Kossuth iskola a sokszínűség világa.